Azt bizonyára különösképpen nem kell részletezni, hogy Magyarországon óriási a szakember hiány, ezt mindenki tapasztalhatja, ez már hosszú évek óta így van, ugyanis nagyon sok szakmunkás végzettséggel rendelkező, kiváló szakember hagyta el Magyarországot és ment Nyugat-Európába, mert egész egyszerűen úgy látták, hogy itthon nem tudnak megélni. Erre teljesen jogos reakció és lépés lehetne az, hogy akkor teremtsünk egy olyan nemzetgazdaságot, amely úgymond hazahívja őket és megéri itt vállalkozni. A kormány azonban úgy tűnik, hogy nem ezt az utat választotta, ugyanis úgy akarják pótolni a szakember hiányt, tehát úgy akarják megoldani a szakember hiányt, hogy könnyítik a feltételeket. És bár el lehet mondani, hogy bizonyos esetekben úgymond érdemes a jogszabályoknak lekövetni az élet mozgását, hogy így fogalmazzak, de Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter javaslata egészen másról szól. Olyanok vannak benne, hogy a jövőben szakképesítés nélkül lehetne végezni villamos gépek karbantartását, javítását, elektromos berendezések javítását, vagy pedig elektromos autók alkatrészeinek a cseréjét. Nyilvánvaló, hogy nem kell hosszasan gondolkozni azon, hogy ez milyen kockázatokat rejt. A Mi Hazánk mozgalom szerint nem ez a megfelelő útja a szakember hiány megoldásának, illetve sajnos azon sem kell túl sokat gondolkodni, hogy meglássunk a háttérben egy másik folyamatot, amely folyamatot gyakorlatilag most már minden mögött sajnos meg lehet látni, ez pedig az, hogy hogyan jöhetnének még könnyebben Magyarországra a vendégmunkások. Bár nyilvánvaló, hogy nagyon sok olyan munkakör van, ahová nem kell szakképesítés, és ilyen helyekre jönnek főként a harmadik világbéli vendégmunkások, de itt emlékeztetnék rá, hogy például a debreceni akkumulátorgyár felépítését is vendégmunkásokkal tervezik, oda már igenis kell szakképesítés, és akkor nem kell bajlódniuk a külföldi szakképesítések honosításával, vagy ugye egyenesen nem is kell majd, mert ugye azt is megemlíthetem, hogy az építkezésekkel kapcsolatos szakképesítéseket is érdemes megnézni, ott is törölt el a kormány ilyen kötelezettséget, hogy kell hozzá szakképesítés, de hát itt elsősorban az elektromos berendezésekre gondolok, amelyeket a fókuszba kell helyezni. A Mi Hazánk mozgalom szerint tehát ez nem jó út, mi egy olyan nemzetgazdaságot szeretnénk építeni, ahová hazajönnek a külföldön dolgozó magyar szakemberek, mert szerintünk itt van rájuk szükség.